Köszöntöm a Pécs TV nézőit, kulturális magazinunkat, a Tónusokat látják, melyben beszámolunk többek között a most nyíló kiállításról, ugyanis itt vagyunk a Csontvári Múzeumban, ahol a Pécsi Tudományegyetem tervező grafikusainak kiállítása nyílik. A szemeszter, illetve a tanév végének közeledtével több helyen is diploma kiállítás nyílt a Pécsi Tudományegyetem hallgatóinak záró munkáiból. Főképpen a művészeti kar tanulóiról van szó, így például kiállítás nyílt a Széchenyi téri Nádor galériában, ahol a kerámia tervezés, a fémműves és üvegtervező végzősök, illetve a divat és textil tervező hallgatók mutatkoztak be, és védték meg nyilvánosan diplomamunkájukat. Az elmúlt hét szerdáján és csütörtökén pedig a tervező grafikusoknak készülő fiatalok gyűltek egybe a Csontvári Múzeum földszinti termeiben, hogy egyrészt ők is megvédjék diplomájukat, másrészt, hogy kiállítás keretében a közönséggel is megismertessék munkájukat, elképzeléseiket. A tárlatot dr. Szalai Miklós egyetemi docens nyitotta meg, aki maga is tervező grafikus, könyvsorozatok, folyóirat arculatok, vállalat és termék arculatok megalkotója. Az oktató a tavalyi tanév óta dolgozik a Pécsi Egyetemen, és elsőként a tervező grafikus szakirány 2012-es indulásáról beszélgettünk. Geredi Jenő alapította ezt az egészet, és az ő munkája az, aminek most itt a gyümölcsét aratjuk le, ha így mondhatjuk, tehát hogy hogy ez így lépésről lépésre, tégláról téglára szépen így felépült, és nagyon sok jó hallgatónk van, és a hallgatók azok szabadon tudnak dönteni, gondolkozni azon, hogy mit szeretnek csinálni, milyen irányba menjenek tovább. Ez az ő nagyon nagy része, az ő érdeme. Ő hozta össze a tanári stábot is, hát meg végül engem is ő hozott ide. Itt most diplomaosztó is kvázi volt, legalábbis eredményhirdetés, de egy nagyon bensőséges alkalom vagy ünnepség volt ez. Megölelgették egymást a hallgatókkal, ez mindig ilyen? Igen, mondjuk ez elég nehéz sok csinos ember között, az, hogy kikit hogyan ölelje meg. Valóban van egy erős baráti kötődés is, ami valószínű, hogy azért normálisan kialakul azzal, hogy valaki 5 éven keresztül van itt. Tehát az 5 év az elég hosszú idő ahhoz, hogy valaki ilyen nagy barátságokat építsen ki a másikkal. Illetve ha szakmailag nézzük, mondjuk ezt el lehet képzelni, hogy valaki elkezd grafikusként hát tanulni, és aztán mondjuk elkezd 3D-be belemenni, aztán elkezd animációba belemenni, aztán netán még mondjuk egy kis zenét vagy bármit is hozzá tanul, és így egészen messzire jut, úgy, hogy tulajdonképpen ezt a tervező grafika tanárok hagyják, vagy szeretik. Tehát, hogy ide jön, és még nem is lehet tudni, hogy utána egy animációs filmmel fog diplomázni, vagy mondjuk egy installációt fog készíteni. Tudom, hogy fura a kérdés, lehet, hogy tiszteletlen, de mégis fölteszem, mert a KH-tól induljunk. Kik azok a tervező grafikusok, vagy úgy is kérdezhetem, hogy mit köszönhetünk nekik? Én tudom, sőt, majd mondok egy példát is, de ön hogy fogalmazná meg? Nem annyira tiszteletlen a kérdés, igazából ez én úgy érzem, hogy egy nyitott kérdés. A tervező grafika az, aminek megrendelője van, és van egy brief, egy cél, amit valaki megfogalmaz, ugye a megrendelő, vagy a megrendelő meg a grafikus közösen, és az, amikor megvalósul, az a tervező grafika. Hogyha nincs egy megrendelő, akkor nagyon gyanús, hogy az képzőművészet. Tehát, hogyha én a lelkemből elkezdek valamit rajzolni, festeni, vagy akár csinálok egy emblémát, akkor az igazából nem egy embléma, nem egy élő embléma, nem egy konszenzus, hanem az csak úgy az én kellemes szellemi időtöltésem. Tehát, hogy az alkalmazottság kell hozzá. Illetve van egy harmadik verzió, ami talán az elsőhöz kötődik, amit ön említett, a pályázat. És mindjárt mondom, hogy ezt miért kérdezem. Mondjuk itt van Pécs városa, és annak új emblémája, logója, ami az önök hallgatójának a szüleménye, fogalmazunk. Ugye Hudák Eszterről beszélek. Igen. Tehát, hogy
ha van egy nagyobb horderejű dolog, akkor az általában, hát vagy úgy van, hogy attól függ, hogy milyen fajta projektről beszélünk, vagy meghívásos pályázat, vagy pedig egy nyílt pályázat, ahol mindenki részt vehet, és hogyha mondjuk azt mondjuk, hogy van nekünk nagyjából 90 hallgatónk, abból nagyjából 30 például a logótervezésben egészen tehetséges, és azok be fognak adni logópályázatra, abból egy rész az úgy mondjuk, hogy redundáns, hogy valamilyen szempontból mellé megy, tehát hogy valakinek vámpír vagy nem tudom mi kardfogú tigris jut az eszébe arról a logóról, akkor az kuka, és akkor így, hogyha mindent összevetünk, akkor azért 30 emberből biztos, hogy lesz 5 marha jó logó. És aztán utána az utolsó, az még esetleg tovább dolgozódik jó sok munkával, akkor az már teljesen tuti fix, hogy valami nagyon, tényleg nagyon jó lesz. Olyan, amit nem is biztos, hogy egy darab ember, akármilyen zseniális, így ilyen szinten meg tudott volna csinálni. És hát erre nagyon büszkék vagyunk, mert hogy azért az nem semmi Pécsvárosnak. Most az is lehet, hogy lesz egy ilyen, de hát ez most egyrészt talán spoiler is, meg egyáltalán nem biztos. Szeretem a spoilerek. Igen, hát ez egy a műsort feldobja, tehát hogy egyetemi logó tervezés is lehet, hogy lesz. Erről még én sem tudok semmit, mert ezek a fajta dolgok, ezek sokkal több emberen mennek keresztül, nem feltétlenül amiatt, hogy mi jók vagy rosszak vagyunk, vagy a döntéshozók jók vagy rosszak, nem feltétlenül azért fog egy dolog megvalósulni. Pécs megyei jogú város új arculatának összefoglalóját látták. A város az elmúlt évben hirdette ki pályázatának nyertesét, a tavalyi esztendőben 40 pályázat közül ez lett a nyertes, éppen egy évvel ezelőtt, 2023. június 21-én. Azóta már számos kiadványban, kitűzőn, hivatalos iratokon, pécsi rendezvények plakátjain szerepel az új embléma és annak vonzatai. Már is érzékelhető, mennyire fontos a tervező grafikus munkája. Visszatérve a hétvégi diplomakiállítás megnyitójára, a végzős hallgatókat a diplomamunkák értékelését követően díjak is várták. Hagyományosan az aranyszivardíj, ebből 3-at is átadtak, és hagyományteremtő szándékkal az aranyolló díj. Edita, az aranyszivart azt úgy gondoltuk, hogy vannak olyan munkák, amik nagyon nehezen hasonlíthatók össze egymással, hiszen mondjuk egy installáció, tehát az installáció az egy berendezett tér. Művészet van egy térben, és hát nem feltétlenül egy kép lóg a falon, hanem mondjuk itt egy nagyon hosszú szalag van belógatva egy térbe. Igazából nem is érdemes róla beszélni, tehát meg kell nézni. Egy ilyet összehasonlítani mondjuk egy művészkönyvvel, vagy egy 3D animációval, vagy egy arculattal, mondjuk egy kis cégnek az arculatával, a csomagolással, ez teljesen lehetetlen. És ezért úgy éreztük, hogy akik sokféle dologban is nagyot alkottak, tehát, vagy hát külön-külön,
azok azért külön-külön érdemelnek valami jót. És akkor erre született ez az aranyszivardi. Hát úgy éreztük, hogy valamit mutatnunk kell, és aztán pedig arra gondoltunk, hogy azért legyen egy olyan valaki, akit kiemelünk, tehát aki csak egy ember, és hogy az a szint, amire úgy gondoljuk, hogy bátran, bárhol a világban ezt így megmutatjuk, és Jamaikán is nagyon tudnák szeretni. És akkor az meg az arany olló díj lett most. És akkor ez így hát egy ilyen hagyomány vagy hagyomány kezdete nálunk, ez a díjazás. Három aranyszivar díj tehát, és az első aranyolló díjas, akit Gergics Ena személyében köszöntöttek az ünnepélyes alkalmon. A fiatal tervezőgrafikus a bensőséges hangulatú évzáró és kiállítás megnyitó eseményen vehette át az új elismerést. Szabadkáról, és ott fejeztem be igazából egy társadalmi tagozatos gimnáziumot, és onnan jöttem ide rögtön, amikor befejeztem a PTR-re, a grafikus művész szakra, és hát így keveredtem ide. A nyelvből annyit tudok, hogy Iz Subotica. Iz Subotica. Igen. Nagyon jó, ennyit tudok talán a délszláv nyelven. Szerbül, de hát azért mesélj, hogy onnan, hogy jöttél Pécsre, hogy hallottál a Pécsi Egyetemnek a művészeti karáról? Hát azt tudtam, hogy tervezőgrafikára szeretnék jelentkezni, és megnéztem a pesti egyetemeket is, de már a város kicsit túl nagy és túl zajos volt nekem, és akkor megnéztem még az EGRI, meg a pécsi szakot, mert úgy tudom, még így kisebb városokban, vagy ebben a két kisebb városban van, és a pécsi volt szimpatikusabb olyan szempontból, hogy láttam, hogy itt nem ilyen nagyon mereven a tervezőgrafika keretei közt tartanak, hanem itt nyitottabbak ilyen kicsit képzőművészeti irányzatokra is, vagy olyan emberekre, akik nem tudom, esetleg így a határmestjén mozognak a tervezőgrafikának és a képzőművészetnek, és tudtam, hogy kíváncsi vagyok erre, és úgy érzem, hogy jó döntés hoztam, mert hát a diplomunkámban is ezt tudtam kibontakoztatni szerintem. Na jó, azt a kérdést viszont nem engedem el, mert azt mondtad az imént, hogy tudtam, hogy tervezőgrafikus szeretnék lenni. Nem azt mondtam, csak hogy tervezőgrafikára szeretnék jelentkezni. Aha, de akkor azt mondd meg, hogy miért? Előtte mi volt az előzmény, fogalmazzak így? Hát tudtam, hogy érdekel a művészet, szerettem rajzolni, már kislánykorom óta rajzoltam és jártam mindenféle rajzszakkörre, de ilyen önálló képzőművészként nem tudtam magam elképzelni, úgyhogy úgy voltam vele, hogy valamilyen alkalmazott művészeti szakmát lenne érdemes kitanulni, és akkor így a tervezőgrafika volt szimpatikus, úgy voltam vele, hogy akárhogy is alakul, ez a tudás biztosan hasznos lesz, és úgy éreztem, hogy itt meg tudják tanítani úgy, ahogy ezt érdemes. Most először adták át a tervezőgrafikus tanszéken az aranyolló díjat. Mit gondolsz erről? Miért jár ez neked? Zavarba ejtő kérdés. Ez egy zavarba ejtő és nehéz kérdés. És igazából én nem tudom megválaszolni, ők tudják megválaszolni, de minden esetre nagyon hálás vagyok, és nagyon örülök neki, hogy nekem adták ezt. Mesélj a mostani kiállításról és az itt bemutatott alkotásodról. Hát igen, ez 15 percben is nehéz volt összefoglalni a védése, de... Azért egy 3-2-3 percben legyen kedves. Igen, szóval egy online gyűjtőhelyen, egy Google Docs-iban igazából azt körbe küldtem barátoknak, ismerősöknek, nekik is mondtam, hogy küldjék akár még tovább, és anonim
lehetett bele írni, szerkeszteni, és arra voltam kíváncsi. Arra kértem meg a résztvevőket, hogy olyan emlékeket osszanak meg, amiben valami fizikai jelképezi a kötődésüket, vagy a kapcsolódásukat egy másik emberhez. És ezeket a fizikai dolgokat, tehát nem feltétlenül tárgyakat. Volt szó felhőmintás ágyneműről is, de volt szó például arról is, hogy amikor megcsíp minket a szúnyog gyerekkorunkban, akkor egy ilyen X-et váljunk a bőrünkben. Szóval bármi ilyesmi. És tényleg. Ugye? Szóval, hogy ilyen dolgokat gyűjtöttem össze, és aztán ezeket illusztráltam, és ebből készítettem egy művészkönyvet. Záró kérdés. Szalai Miklósnak feltettem azt a mondjuk így kérdést, hogy mi lesz ezekkel a srácokkal, mármint, hogy mi lesz a végzősökkel, a diplomázókkal. Veled mi lesz, mit tervezel? Hát ezt magam sem tudom, de egyébként a tanítás az engem is nagyon érdekel, szóval az, hogy ezt a tudást, amit itt szereztem, átadjam. Engem inkább talán a kisebb korosztály, óvisok, általános iskolások, de Ezt még nem sikerült teljesen átgondolni, de ilyesmi irányba kacsingatok. Az iménti beszélgetésben utaltam már rá, hogy ezzel a kérdéssel foglalkoztunk dr. Szalai Miklóssal is, mármint, hogy mi lesz a srácok, bocsánat, pontosabban diplomázott tervezőgrafikus egyetemi hallgatók sorsa. Ezekkel a egyetemi hallgatósrácokkal az lesz, hogy elhelyezkednek valahol, mondjuk egy kreatív ügynökségnél alapítanak néhányan együtt egy stúdiót, és próbálnak munkákat szerezni, illetve ha így tágabban nézzük, vagy így hosszabb távra vizsgáljuk ezt a kérdést, akkor az van, hogy minél inkább képes valaki a technológiával lépést tartani, tehát most ugye AI van, 3D van, a megfelelő szoftvereket jól tudja használni, akkor szükség lesz rá. De most például van egy olyan is, hogyha valaki netán hegeszteni tud, vagy tud valamilyen nagyon analóg dolgot, nagyon egyszerű olyan ilyen régi típusú mesterséget, az is elkezdett felértékelődni. Tehát, hogy elindultunk ebbe az AI-os furcsa világba, és elindulunk egyébként, bármilyen furcsa, abba, ahol az egyediség, a kézművesség is felértékelődik, mert hát ez egy ilyen helyzet. És akkor, hogyha valaki tartja a frontot, és ott van, és próbál valamiben nagyon kiművelődni, akkor teljesen biztos, hogy lesz munkája. Tehát a piac, itt csak a piacról beszélünk. Ennyiben én most örülök, vagy ha nem tudom máshogyan mondanak, hogy röhögök a markomba, hogy mi alkalmazott grafikusok vagyunk. Mi nekünk az a siker, amikor megvalósul egy projekt. Nem mi vagyunk a híresek, hanem a projekt lesz a híres, és az híresé tesz majd minket, vagy a hallgatót, vagy bárkit. Tehát, hogy így kicsit könnyebb, mint egy képzőművésznek, akinek hát a saját művészetét, eszméit, nem tudom mit is be kell vinni a köztudatba. Nekünk csak meg kell csinálni a munkát. Több évszázados könyvritkaságokat tekinthetnek meg az érdeklődők a Pécsi Egyházmegyei Könyvtárban. A Klimó Unikumok című kódex kiállítás apropóját az adta, hogy 250 éve alapította a pécsi püspök Klimó György az első magyar nyilvános könyvtárat. Igazi könyvritkaságok tárulnak most fel az érdeklődők számára a város szívében. Az 1774-ben alapított biblioteka 12 olyan kötetét állították ugyanis ki, amelyek több szempontból egyedülállóak és felbecsülhetetlen értékűek, hiszen egy-egy ilyen kötet évekig is készült, és vannak köztük olyanok, amelyek már több száz évesek.
Mint a Pécsi Egyházmegye internetes oldalán olvasom, másolók, szkriptorok, aranyozómesterek, illuminátorok és könyvkötőmesterek közös munkája egy-egy ilyen kódex, s bár a világ a csodájára jár az ilyen alkotásoknak, az alkotómesterek neve gyakran ismeretlen maradt. A könyvtár vezetője, dr. Smelzer Pohánka Éva beszélt a Pécs TV stábjának a kiállításon fellelhető dokumentumokról. A Pécsi Egyházmegyei Könyvtár a hajdani püspöki könyvtárnak a 250 éves alapításának évfordulóján egy kódex kiállítással szeretne bemutatkozni. A történelmi események miatt a Klimo könyvtárhoz tartozó hajdani kódex állomány most a jelenleg a Pécsi Egyházmegyei Könyvtárnak a birtokában van, így ezekből készítettünk egy kiállítást. Ez vagy a hajdani püspöknek a magángyűjteményében, vagy már a nyilvánossá tett könyvtárának a részei voltak, amik 1949-ben kerültek vissza a könyvtárból az egyházmegyéhez, és az újra alapított Pécsi Egyházmegyei Könyvtárnak a darabjai lettek. Ezek egy kivételével nem pécsi vonatkozású dokumentumok, kéziratos és ősnyomtatvány jellegű, gazdagon díszített kódexek. A legidősebb közülük egy 13. század első harmadából származó lehelet vékony pergamenre írott teljes latin nyelvű biblia, ami gazdagon díszített. A második az egy 1386-ban, legalábbis a tulajdonlás alapján erre datált, szintén pergamenre írott, gyönyörűen gazdagon díszített teljes latin biblia. Van emellett ősnyomtatvány jellegű, tehát már 15. század második felétől származó, szintén gazdagon díszített kétkötetes bibliánk, és hát az egyik leghíresebb pécsi dokumentumunk az a Pécsi misszália, az egyetlen középkori nyomtatott dokumentum, ami megmaradt, amelyet Ernúd Zsigmond pécsi püspök rendeltetett meg 1499-ben Velencéből. Négy darab példánya ismert a világon, abból egy példány itt nálunk van, Klimo püspök szerezte meg, és majd vissza is szereztette, mert a török idő alatt eltűnt innen a városból, egy Pannonhalmán és kettő példány az OSK-ban. Ami érdekessége a történetnek, hogy négy példány közül egyik sem hiánytalan, általában egy kikiestek lapok belőle, vagy direkt, vagy véletlen módon, és 2009-ben Mayer Mihály püspök atya elkészítette a faksimiléjét ugyanolyan hasonmás kötésben, hasonmás anyagokból az egésznek, úgyhogy ez egyetlen teljes példánya a 2009-es faksimilé, ami szintén a kiállításban megtekinthető. A Pécsi Egyházmegyei Könyvtár időszaki kiállításán az említettek mellett több más érdekesség is megtekinthető. Ami még a többi dokumentumunkkal kapcsolatos, vannak jogi formulárai, most könyvek még Mátyás idejéből, szintén egyedi dokumentumok. A tavalyi évben a nyomtatásnak az 550. évfordulója kapcsán előtérbe került a Chronica Hungarorum, annak egy 1481-es kéziratos másolata itt található meg nálunk, ami szintén az egyik forrása volt a szövegkiadásoknak. És ami érdekességként mi színesítésként betettünk a kiállításunkba, hogy amelyik könyvnek hasonmás vagy faksimile kiadása megjelent, azt mellé raktuk így megmutatásképpen, hogy hogyan tudjuk ezeket a régi dokumentumokat 20-21. Századi technikával megmutatni. A tárlatot a nagyközönség először június 22-én láthatja a múzeumok éjszakáján, amikor számos más intézmény mellett a hagyományokhoz híven a Pécsi püspökség is színes programokkal várja az érdeklődőket. A kiállítás az elvileg október végéig lesz látogatható. Vannak előre meghirdetett időpontjaink hétközben, keddi napokon 13 órától, csütörtöki napokon 10 órától, de ezen kívül egyedi igényeket is tudunk teljesíteni, azt egyeztetni kell velünk, és csoportokat is szívesen fogadunk, akár a könyvtár túrával együtt összekötve, és hát amikor igazán be tudjuk most mutatni a nagy közönségnek a kiállításunkat elsőként, azt majd 2024. június 22-én a múzeum a éjszakája kapcsán a Pécsi Püspökség a Kincsek éjszakája ki saját programjaival fog jelentkezni a különböző egységeiben, és mi is várjuk szeretettel a látogatókat. A múzeumok éjszakája pécsi rendezvényeiről itt, a Pécs TV-ben is beszámolunk a jövő héten, úgy a Városi Híradóban, mint a Tónusokban.
Ez volt már a Tónusok, a Pécs TV kulturális magazinját látták. Köszönöm figyelmüket a stáb nevében is, viszontlátásra! Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében.